Immár hetedik alkalommal vagyunk együtt úgy, hogy a kar napját ünnepeljük. Visszatekintünk egy kicsit, megállunk, múltba nézünk, és közben a jövőt ízdelgetjük. A karnapi rendezvényünket azzal a céllal tartjuk, hogy megemlékezzünk a kar alapításáról, amely 1971-ben történt. Október 15-e volt az a nap, amikor én magam is az első hallgatók között ünnepi tanévnyitó értekezleten vehettem részt. A mai alkalommal a Családpedagógiai Egyesülettel fogtunk kezet, mégpedig azért, mert a kar maga is nagyon fontosnak tartja a családdal való foglalkozást, a családi témát. A család valamennyi képzésünkben jelen van, koragyermekkortól időskorig, és azt is lehet mondani, és nevezzük is magunkat úgy, hogy a családi tanulmányok kara. Akkor, amikor a családra gondolunk, akkor eszünkbe jut néhány kifejezés rögtön. A szeretet, a biztonság, az összetartozás, a támasz, a békesség, az anya, az apa, a gyerekek. Az ellenoldal is ott van, a bántalmazás, a válás, az elhanyagolás, a konfliktusok. Ez mind, ami körülöttünk van, és mindaz a változás, amit megélünk, az a családi életből a társadalomnak a tükörképe. De mint ahogy Csertő Aranka mondja és írja, a család fényben és árnyékban mutatja meg magát. Éppen ezért úgy véljük, hogy a családdal való foglalkozás, a családdal kapcsolatos kérdésfeltevés, a problémák megfogalmazása, a problémákra a válaszadás, az mindig is aktuális kérdés. Mert azért mi mindig azt szeretnénk, hogy a családokat inkább a fény ragyogása jellemezze. A család funkcióiból az intézményrendszer évszázadok óta egyre többet vesz át. Ami korábban megoldódott, vagy nem oldódott meg, esetleg fel sem merült a család keretei között, arra most oktatási, nevelési, szociális, kulturális intézmények specializálódnak. Szükség van tehát a család szerepének, lehetőségeinek tudományos vizsgálatára, az intézményrendszerrel meglévő kapcsolatainak feltárására. Ezt szolgálja a mai konferencia is, amely a gyermeknevelési és felnőttképzési kar szervezésében a kar fő profiljának horizontjában lévő szakterületet fog át. A mai plenáris és szekció előadások számos témakört érintenek. A programból úgy látom, a témában rejlő általánosságok helyett konkrét kérdésekre konkrét válaszokat igyekeznek adni a gyermeknevelés tükrében. Olyan kérdésekben, amelyek az intézményeknek és a családoknak valóban segíthetnek, amelyek a nevelést könnyíthetik meg. Úgy véljük, a család, mint társadalmi intézmény számos változással küzd, és ennek megítélése ellentmondásos. Vajon a család a 21. században válságot él át, vagy értékhordozó változáson megy keresztül? Egyre több a csonka vagy vegyes családban élő gyermek, a mozaik családba születő, ahol a gyermek csak az egyik szülőt ismeri. Nem ritkán fordulnak elő az állami gondozásba a majd nevelőszülőkhöz kerülő gyerekek. Másrészt a gyermekeiket versenyeztető, de az érzelmi életükre kevésbé figyelő szülőkkel is egyre többször találkozunk. A hátrányos, sok esetben halmozottan hátrányos térségekben élő gyermekek számára az esélyteremtés a legnagyobb kihívás. Ezek olyan tényekben nyilvánulnak meg, mint hogy egyre kevesebb a hagyományos, ideálisnak tekintett családmodellben élők aránya, csökken a házasságkötések száma, változatlanul magas arányú a válás. A változások pontos megértését, a hozzájuk kapcsolódó erős érzelmi töltet és sokféle normatív elvárás nehezíti. Konferenciánk célja a családok strukturális, funkcionális, morális, értékvonatkozású, valamint szimbolikus változásainak megragadása. A konferencia úgy véljük remek alkalmat biztosít a szakmai kapcsolatok megkötésére, megerősítésére. Azok a családi minták, amelyekből valaki jön, amit hoz magával, az nagyon jelentősen meghatározza a jövőképét, nem beszélve arról, hogy ma már ugye a genetikáját is ismerjük a függőségnek, ami kb. 50%-ban felelős ugye a függőségek kialakulásáért. Szóval én egy sokkal-sokkal összetettebb történetről van szó, hogy hogyan és miként lesz valaki függő. Persze a kérdés az, hogy ugye aktuálisan mennyire látjuk magunk függőségeit, és én nagyjából erről szeretnék beszélni, egyfajta görbetükröt szeretnék saját magunk elé állítani, hogy merjük ezt az egész dolgot fölismerni.
vagy van az életünkben esetleg egy olyan segítő, és most abszolút nem szakemberről van szó, szóval nem pszichológusról, pszichiáterről, csak valaki olyanról, aki mondjuk kívülről lát bennünket, hiszen a függő az bent áll egy körbe.